Győztes mérkőzéssel a FEHA 19 elleni 5-2-es sikerrel zárt a hazai pályán az évet a DVTK Jeges Medvék. A szezon eddigi legfiatalabb átlag életkorú DVTK-ja az új igazolások miatt megerősödő fehérvári ellenfelével szemben a találkozó második felében indult be igazán. A győzelem mellett a záró harmadban a saját nevelésű 18 éves Cséki Hunor első Erste Liga góljának is örülhetett a hazai évzárúra kilátogató 1000 fős publikum. A piros-fehér mezes Jegesmedvék a hazai évzáró találkozón 13,5 perc játék után Blaskó villámgyors mozdulatát követően szerezték meg a vezetést, és előnyükkel ért véget az első harmad. A folytatásra aztán egy nagy energiákat mozgósító vendégegyüttes érkezett, aminek 33 másodperc elteltével meg is lett az eredménye, a kapu elé lőtt korongba még beleért egy vendégtámadó, így Boris már tehetetlen volt. Ezek után kiegyenlített játékot hozott a párharc, majd a 15. percben a kapu elé belőtt korongba Vas ért még bele, és így a vendégkapusnak sem volt esélye hárítani. 2-1. A záró harmadban aztán beindult a hazai gólgyártás. Először egy villámgyors hazai kontrát Trozsák átadásából Csiki váltott gólra, a két saját nevelésű fiatal szép összeállték a harmadik hazai gólt, és Csiki Hunor első Erste Liga találatát jelentette. 4 perc játék után újra Vojtko vállalkozott lövésre, az akciót pedig Vas János újabb találata zárta le. Bő 5 perc volt már csak hátra, amikor ember előnyben a cseh támadó Blaskó is beleért még egy kapura érkező lövésbe, így második gólját ünnepelhette, ami már az 5. Jegesmedve gól volt a mérkőzésen. Aztán 4 perccel a vége előtt kialakult a végeredmény Moksan Csev remekül eltalált lövése után. DVTK Jegesmedvék FEHA 19 5-2. Jól kezdtünk, jól álltunk bele a mérkőzésbe, ott folytattuk, ahol tegnap abba hagytuk. A második harmadban valami oknál fogva nem volt az az intenzitás, kicsit elvesztettük a fonalat ebben a történetben. De még egyszer mondom, az a csapatunk, amit a harmadik harmadban és az a karakter, amit mutattunk, az igazából nagyon a helyén volt, és nagyon értékes 3 pontot szereztünk. A szakvezető elmondta, még kellemes meglepetés számára az is, hogy a mérkőzést eldöntő találatot a játék lehetőséggel remekül élő fiatalok szerezték. Mint az elhangzott már, ez volt az első gólja a ligában Csiki Hunornak. Második harmadunk mennyire nem sikerült jól, de örülök az első gólomhoz, örülök, hogy a csapat tudott nyerni, és hajrá DVTK Jegesmedvék. A Jegesmedvék fiatal játékosa pedig még ebben az évben akár második ligagólját is meglőheti, ugyanis a hazai évzár után vár még egy mérkőzés a piros-fehérekre, december 30-án pénteken 18:30-tól a Dunaújváros vendégeként.